Az országban elsőként a nyíregyházi Apácaiban indul francia két tannyelvű általános iskolai oktatás 2020. szeptemberétől. Alapfokon jelenleg nincs más intézmény Magyarországon, ahol első osztálytól kezdve francia-magyar oktatásra jelentkezhetnek a leendő első osztályosok. Vendégem a stúdióban a nyíregyházi Apácai Csere János általános iskola intézmény vezetője Andó Károly. Köszöntöm a stúdióban. És csokkolom. 2020. szeptemberre az a következő tanév. Így van, elég hamar eltelik ez az időszak, ami még hátra van. És mi mindent kell elrendezniük, hiszen a legfontosabb dolog a döntés és a jóváhagyás, az ugye megvan, hogy indulhat ez a megvalósítása ennek az elképzelésnek. Mikoriak az elképzelések egyébként, és honnan erednek? Tulajdonképp jogilag megkaptuk az engedélyt, amely nagy öröm számunkra, a minisztériumban megérkezett, és most már meg kell tartalommal töltenünk. Az érdeklődés, visszamennék egészen 1988-ra, hiszen már azóta folyt a francia nyelvoktatása intézményünkben, tehát hagyományai vannak a francia nyelvoktatásának. Egy nagyszerű kolléga végzi, akinek a nevét is mondhatom, Kutasi Angéla, aki kiváló eredményekkel örvendezteti meg intézményünket, szüleiket és a tanulóinkat minden tanévben. Ez az országos versenyekben nyilvánulva és a nyelvvizsgák nagy számában. És mikor gondolkodtunk, hogy hogyan is orientálódjon az intézményünk a nyelvek felé, akkor az angol és a német mellett a francia is felmerült, amely úgy gondoljuk, hogy egy újfajta hozzáállás a nyelvoktatásához, hiszen az Unióban, ha belegondolunk, a jogi nyelvezet és az Unió egyik nyelve is a francia. Jelente ez olyan szintű változást önöknél az intézményben, hogy lesz-e plusz osztály? Nyilván plusz pedagógusokra mindenképpen szükség lesz, vagy csak valamelyik osztályt minősítik át? Természetesen nem lesz plusz osztály. A négy osztály marad immár hagyományosan az Apácaiban, és az A osztályosok lesznek a nyelvi osztály irányultság, amely most már szeptembertől 2000 tulajdonképp 20. szeptember 1-től már a francia két tanítási nyelvű lesz, csoportbontással, és tulajdonképp ennek a jogi procedúrája lesz, amelyet ki kell bontanunk, hiszen május 31-ig el kell készítenünk ennek a kerettantervét, a teljes úgymond programját, hozzá kapcsolódóan 1-től 8-ig, és meg kell néznünk, hogy melyek azok a közismereti tárgyak, amelyek a nyelv tulajdonképpen ismeretére, történelmére, a franciára gondolva tanítjuk majd meg, és 5 nyelvórá is lesz minden gyermeknek. Amikor azt mondja, hogy meg kell néznünk, ki kell dolgoznunk, meg kell beszéljük, akkor kikre gondol? Komplex feladatot kell ellátnunk, tehát a tankerület, ugye a jogi részével, és a kollégáink a legfontosabbak, valamint a lektor, akit szeretnénk, ha már januártól dolgozna nálunk, akik segítenek a program megszerkesztésében, hiszen, ahogy említette szerkesztőasszony, nincs az országban még egy ilyen intézmény, tehát nekünk kell ezt saját magunknak elkészíteni. Alapozva azt hiszem, hogy az angol nyelv, akik már évtizedek óta csinálják, ezt át kell fordítanom, hogy franciára, és a franciát pedig tudni kell, ugye ez a nyelvtanárokra vár, akik jelenleg 2 vannak intézményünkben, és ennek bővítésére is kell, hogy sor kerüljön. 1988-et említette meg, mint a francia nyelv megjelenését az önök intézményében, és most 2019-et írunk. Közben is megvolt a lelkesedés ebbe az irányba, vagy az elkötelezettség, vagy van-e bármi különleges, konkrét oka annak, hogy éppen most valósulhat ez meg? Tulajdonképpen 2 nyelvtanár kezdte el az akkori időszakban ennek a úgymond a új bevezetésével, valamint van itt egy olyan cég, akivel nagyon jó kapcsolatot épített intézményünk, ő a Michelin, akik ugye Nyíregyházán is megjelennek, mint elég nagy foglalkoztatók, mint világcég, és a vezetőség is támogatta ezt az elképzelést, már a Michelin vezetőségére gondolva, mint gyakorlóiskolai státuszban hozzá kapcsolódva az ott lévő gyerekekhez, valamint aztán mindig 2-3 évente az irányultságok között is megjelent a francia, tehát a szülők mindig választották az intézményből, ez azt jelenti, hogy körülbelül nagyjából a 15-20% a tanulóknak minden évben a francia nyelvet választotta. Gondolom, hogy igényfelmérés azért volt arra vonatkozóan, hogy még nagyobb óraszámban, még elmélyültebben foglalkozzanak a francia nyelvvel a gyerekek, és hogy már első osztálytól. Mi volt a visszajelzés?
A nyelvi irányultságokat, mikor elkezdtük, illetve a többi irányultsággal együtt mi is készítettünk felmérést, visszajelzéseket kértünk, és a beiskolázás után megpróbáltuk a francia nyelvet is elhelyezni minden osztály palettáján. Most a mi palettánkat ugye a német-angol képviseli majd a többi három osztályban és a többi szülőnek is mondom, tehát nem vetjük el természetesen, és ez csak az A-osztályt érinti az elkövetkezendőekben. Mennyire izgulnak? Hát természetes, hogy van egy alapizgalom, hogy mennyien fogják választani vajon, de a jelentkezésből most már látszik, és az érdeklődésből, hogy vannak már jelentkező szülők, akik gyermeküket ide szeretnék beíratni. A verseny elindult az iskolák között. Én úgy gondolom, hogy ha valaki átgondolja és újfajta gondolkodásmódot próbál meg, ez azt jelenti, hogy mindenki az angolba és a németbe gondolkodik. Ám ha felmerül az a kérdés, hogy elkezdi a gyermeke a franciát, és heti 8 órában tanulja, ez a heti 8 óra a jó és legjobb képességűt minősítheti arra, hogy középfokú nyelvvizsgát szerezhessen, a legjobbak esetleg felsőfokú nyelvvizsgát, majd ha választja a hetedik évfolyamtól valamelyik nyelvet a maradék kettőből, és az angolt már mindenki elsajátítja, akkor egy általános iskola és a gimi elejére már három nyelvből is tulajdonképp meg tud szólalni. Hát úgy gondolom, hogy néhány hónap elteltével újra tudunk majd beszélgetni, hogy hol tartanak, hová jutottak, milyenek a igazi visszajelzések a beiratkozások kapcsán. Köszönjük szépen, és várjuk is a szülőket majd november 12-én az Ovis játszóházunk az első foglalkozásokra. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm a lehetőséget.